Ha valamire nem lehet megbízhatóan építeni, az az ima. Megyegetett a Covid olyan középlángon, aztán a pápa imádkozott, hogy menjen el, és utána berobbant, mint az állat. Teljesen értelmetlen ez a fogalom. Tegyük fel, hogy kapsz egy millió dollárt. Valaki átutal a számládra. Csak minden nem váltottad ki. Pedig már ott van a tied, de hogyha nem férsz hozzá, akkor lényegében mégsem a tied. Isten nem ad meg mindent egyből, csak úgy, így le, nem nyom le mindent a torkodon. Mint ahogy például szülőként is. Sziasztok! Ez itt a Létkérdések podcast, legújabb része, egy hitvita podcast, engem Szilvay Péternek hívnak, és az ateista oldalt képviselem, és keresztény oldalról itt van velem Szabó Viktor, hello! Szia Péter, sziasztok! Hallgathatók vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, podcast.hu-n a Telekom jóvoltából, és a Podpad applikációban is. Kihagytam valamit? Ó, Deezeren is fönn vagyunk, igen. Ez így a teljes lista. Ha valaki még máshol is lát minket, szóljon. Írhatok nekünk a létkérdések podcastokat ra illetve kommenteljetek bátran, ha YouTube-on nézitek, akkor a videó alá illetve azt azért vagyunk a leghálásabbak, mint kicsi, de nagyra törő csatorna, hogyha megosztjátok esetleg a podcastet olyan barátaitokkal, akiket ez érdekelhet. A mai témánk pedig egy definíció magyarázó lesz, Egyszer volt egy ilyen megjegyzésed, hogy a, azt hiszem a Szent Háromságot emlegettük, uh -huh. és akkor mondtad, hogy ez már aztán nagyon mély teritoriuma a teológiának, és én kicsit csodálkoztam, mert én meg pont úgy látom, hogy ez a legalapabb dolog, tehát ha beiratkoznék egy keresztény iskolába, akkor az első osztály első óráján lenne a Szent Háromság, és <laughs> hogyha ott nem tudnák elmagyarázni, akkor valami komoly baj van. De nem ezen a szón szeretnék lovagolni, hanem összekészítettem néhány másik szót, uh -huh. amit szintén úgy tapasztaltam az én katolikus meg keresztény múltam során, hogy teljesen hétköznapi a hit megélésének a világában, ám de mégis olyvá tűnik, hogyha kicsit megkapírgáljuk, hogy egész pontosan ez mit is jelent, vagy értelmetlenségekre futunk, vagy olyan dolgokra, amik Isten állítólagos karakterével ellentétesek. Tulajdonképpen nagyon-nagyon alap szavakból sem tudtam értelmet kicsiholni, uh -huh. és abban reménykedem, hogy most tanulunk valamit ezzel kapcsolatban, vagy vitázunk, hogy esetleg tényleg értelmetlenek. <há> Oké. Okay. Nem végeztem teológiát, de már elég régóta keresztény vagyok, úgyhogy amit tudok, szívesen megosztok ezzel, ezekkel a szavakkal kapcsolatban. Na, és akkor az első szó nagyon egyszerűen az, hogy imádni. Ami a szóban fura, az az, hogy nyilvánvalóan hordoz egy podgyászt, ami egy ilyen túlzott, egy, egy kicsit ilyen narcisztikus ez a szó, úgy asszociálok, hogy aki elvárja, hogy imádják, az azért egy ilyen végtelenül egocentrikus, Furcsa is, hogy Isten saját szavaival elmondja, hogy ő úgymond egy féltő Isten, ami egy régies kifejezés hogy féltékeny, tehát... Igen, igen. Nagyon, nagyon megszondáztatnám a hívek tömegét, hogy ők mit értenek az imádás alatt, mert hogyha például ezt a hajbókolás részt beleértjük, az egy az egyben szerintem már-már már immorális, de minimum azt el tudom mondani, hogy minél nagyobb, és ha tényleg nagy, akkor magabiztosabb is, akár Isten, akár egy bárki, annál kevésbé várna el ilyen hajbókoló, megalázkodó rituálékat. Ezzel kapcsolatban nekem egy olyan kép jut eszembe, hogy de szerintem neked is talán egy ilyen jelenet ugrik be, hogy van egy szobor, és előtte térdel valaki, vagy lehajtja a fejét, és akkor esetleg ilyen füstölők vannak, stb. Na most, hogy ez valójában mi történik itt, én úgy fogalmaznám meg, hogy olyan kizárólagos tiszteletet és megalázkodást mutat valaki egy, egy istenség felé, amit más felé nem. Ugye Isten mondja, hogy ne legyen más istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak faragott képet se azoknak a képmására, amik a fenn az égben, lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok. Tehát, hogy Isten ezt az imádatot az emberektől elvárja, és elvárja azt, hogy mást viszont ne imádjunk. Érdekes, hogy Isten amikor a népe más isteneket kezd el imádni, akkor gyakran has, ha, hasonlítja őket, vagy vádolja meg paráznasággal. Uh -huh. Tehát olyan, mintha házasságtörés követett volna el Isten, szövetséget kötött a népével, és az imádat az, amivel mi ezt a kapcsolatot, vagy, vagy ezt a tiszteletet kifejezzük Isten felé, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most mi leborulunk, de akár jelentheti is bizonyos helyzetekben, de ami fontos, hogy a kereszténységben ez az imádat, ez egy kizárólagosság, és csak Istent illeti meg. Na most, ami, amit imádunk, és nem Isten, azt a Biblia bálványnak nevezi. Ezek, főleg az Ószövetségben, ezek tényleg szó szerint ilyen faragott szobrok voltak, de ezt nem feltétlenül kell leszűkíteni fizikai dolgokra. Tehát lehet az imádat tárgya egy személy, eszme, a, a, hírnév, a siker, az egészség, a saját testem, tehát nagyon sok minden dolog van, amit az ember ott a szívében a leges leginkább szeret, és a leges leginkább tisztel, és végső soron, hogyha végig gondolja, a döntései mögött ez áll. Ez az, ami motiválja, ezt szeretné elérni. Olyan szempontból tudok megbarátkozni a fogalommal, hogyha letisztítjuk arra, amit lényegében most megfogalmaztál, hogy az életed első helyévé tenni lényegében ugye belőle vezesd le az életvezetésedet, az elveidet, a tetteidet, ő mint egy ilyen centrális iránytű, meg, meg, alak. A kizárólagosság, mondom, az még egy olyan dolog, amit szószó -szó megértek a, most az ő szemszögéből, és nyilván feltételezve, hogy létezik, de Érdekes, hogy például nem tiszteletnek hívjuk, hanem imádásnak. Uh -huh. Hoztad a tiszteletet, mint szót, meg hoztad a megalázkodás, mint szót, ami szerintem az alapvetően azért egy rossz dolog, inkább talán az alázatra lehet gondolni, ami közelebb van így a magához a tisztelethez is. Tehát, hogy van, van egy alázatom, van egy. Ami mit jelent azt, hogy ha mondjuk dilemmában vagyok, még akkor is, ha esetleg, amit Isten mondana, ha beszélne hozzánk, elsőre meredek, vagy félelmetes, vagy hihetetlen, vagy furcsa, akkor is egy ilyen nagyobb nyitottságot jelez, hogy hm, azért lehet, hogy akkor is érdemes a -e hallgatni, ha az kontraintuitív. Uh -huh. Szerintem az imádat az több, mint a tisztelet, mert valakit lehet félelemből is tisztelni. A az imádat annyiban több, a tiszteletnél, hogy egyrészt önkéntes, másrészt pedig egy szeretett kapcsolatból fakad. Az, hogy elvárja Isten, hogy imádjuk, hogyha Isten ember lenne, akkor tényleg narcisztikus emberre vallana, de hogy Isten nem ember is, hogy ez az, amiben nem jó, hogyha extrapolálunk abból, hogy mi, tehát hogy egy ember számára mi lenne a korrekt hozzáállás, elvárás egy másik ember részéről versus Isten a teremtő szemszögéből mi lenne a korrekt elvárás más kategória. A hajbókolás az pedig, tehát Isten semmiben sem lesz több, vagy neki nem lesz jobb abban, hogy imádjuk őt. Valójában az imádatra nem neki van szüksége, hanem nekünk. Az ember akkor tud igazán boldog lenni, hogyha Isten van az első az életében, érted? Én azt gondolom, hogy ez az embernek is a legjobb, hogyha Isten imádja is. Ezt öm... egyébként a globális reprezentatív kutatások cáfolják arányban van a társadalmak vallástalansága és boldogság érzete. Ezek korrelálnak. Én itt azt gondolnám, hogy arra vezetném vissza, hogy van úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy boldog, de csak azért, mert nem tudja, hogy milyen az igazi boldogság. Tehát az ilyen reprezentatív statisztikákkal szerintem számomra ezért nem mérvadóak, mert lehet, hogy az ember boldognak érzi magát, de csak azért, mert az egész életében ez volt a legboldogabb időszaka. De, de, de akkor ezek szerint a ugyanennek a kutatásnak a vallásos részei is tévednek, mert ők meg alacsonyabb boldogságról számolnak be. Ők, ők mit nem vesznek észre? Hát, hát egyrészt attól, hogy valaki vallásos, nem feltétlenül jelenti azt, hogy van személyes kapcsolata Istennel, tehát hogy megtalálta úgymond a boldogságot nagyon sok vallás van, nagyon sok téves vallás van, és van úgy, hogy még az ember saját magát is be tudja csapni, még egy valláson keresztül is. Tehát azt gondolja, hogy például egy szektást, hogyha megkérdezel, ő is valószínűleg azt gondolja mondani, hogy ő a legboldogabb ember az életben, amióta csatlakozott ehhez a közösségéhez, az, az életében minden jó, pedig, ha megnézed, akkor el van szakítva a családjától, nem kommunikálhat, nem csinálhat semmit, abszolút értelemben egy ilyen nagyon lehangoló képet kapsz, de ő személyesen ezt egy boldogságként éli meg. Szóval én ezért nem adnék túl sokat ezekre a boldogságkutatásokra, mert az, hogy ki mit ért boldogság alatt, az nagyon-nagyon egyéni. Lényegében azt mondod, hogy itt van egy reprezentatív kutatás, mondjuk a World Value Survey, amit 40-50 éve globálisan reprezentatívan végeznek, és akkor az a válasz, hogy Hát de ez tévedés, mert aki boldognak mondja magát, az valójában nem boldog, aki pedig boldogtalannak vallja magát, lehet, hogy az se azért, meg az se úgy van. Az a kérdés, hogy hogyan definiáljuk a boldogságot. Igen, ez, egyébként a, ezek a szörvik úgy hívják, hogy subjective well-being, tehát szubjektív jól lét. Tehát igen, én egy másfajta boldogságról beszélek, ami nem szubjektív, hanem az a boldogság, ami abból fakad, hogy az ember a helyén van, tudja, hogy kicsoda, tudja, hogy kicsoda Isten, a valóságot tudja saját magáról, és másokról, és a világról, úgy általában. Ez erről a boldogságról beszélek, ami az igazsággal jön az ember életébe. Mm -hmm. Na jó, menjünk tovább. Következő szó, meg mindig a... Majdnem ugyanott vagyunk a szótárban az imádni mellett, ez pedig az imádkozni. Az imádkozás ugye tartalmától függően többféle lehet. Van, amikor mondjuk hálát adunk Istennek, valamikor kérünk valamit, valamikor nem tudom, esetleg csak dicsérjük őt, vagy ilyesmi. Koncepciózusan is problémám van ezzel, hiszen Isten mindent tud, tehát halálfölösleges vele kommunikálni. Esetleg lehet arról szó, hogy megint csak ez nem neki érdekes, hanem nekünk, tehát a mi, mi uh -huh. agyunkban indít meg valamit. Akkor viszont az történik, ami szerintem tényleg történik, hogy egyébként Isten nélkül is működik nagyon sok ima. Klasszikusan a hálaadás az teljesen olyan fogalom, amit elszakítva a vallásos háttértől is bizonyított, hogy mennyire mentálisan egészséges. Aha. És külön extra kategória a kérő imádság, ami pedig hát van egy mindenható Istenünk, akinek mindenről terve van, akkor én megkérem, hogy létszi legyen már úgy. Véletlenül egyébként pont olyan arányal hallgat ránk Isten, mintha véletlenre bíztuk volna, vagy csak úgy az életre bíztuk volna. Tegyük fel, hogy a kérésemre beavatkozik Isten, de akkor egy másik alkalommal miért nem? Nyilván azért, mert terve volt, de ha terve volt, akkor egyáltalán mi szerepe volt a kérésnek? Szóval a, a kérő imádság az, az abszolút mindennel logikailag ellentmondásban látszik lenni, márpedig, és most legyünk nagyon őszinték, a hívésben kult szerepe van, és a hívők nagyon nagy százaléka elképesztően aktívan használja eszközként a kérőimádságot. imádságot. Uh -huh. Igen, én is csatlakozom ehhez. Mindazáltal, amiket elmondtál, azokkal, azok számomra is, hogy mondjam. Misztérium. <laughs> bizonyos értelem, igen, tehát nem, nem tudtam meghenkelni még Isten eddig, húsz év alatt, hogyha én így imádkozok, vagy ezen a fotelon ülök, vagy, vagy térdelek, és mondjuk háromszor mondom, akkor biztos meg, meghallgatja, érted? Tehát ilyenről nem tudok ilyen algoritmusokról. Amit mondtál a háladásról, hogy az úgy önmagába is van, hallod, én úgy érzem, kép, képzeljél egy biciklit, a biciklibe ugye van egy csapágy, a kerékbe van egy középen egy, egy tengely, és utána a küllők ott vannak. És úgy érzem, hogy most nincs ott a tengely, és amikor a, a küllők megpróbálnak mégis felvenni azt a formát, azt a szabályos, meg meg ugye ilyen egyenlő, egyenletes formát, ez valami olyasmi. Amikor valaki azt mondja, hogy én hálát adok, akkor bennem az első kérdés az az, hogy kinek? Minek? Kinek adsz hálát? érted? Azért, hogy mondjuk élsz, vagy stb. És tényleg azt gondolom, hogy jó hálát adni, de hálát adni a véletlen random evolúciónak, meg a mutációnak, meg a senkinek. Tehát én nem tudom, hogy ezek azok, akik csak úgy hálát adnak, hogy nem motoszkálott a fejükben a kérdés, hogy de ki a hálódásnak a célja, érted? Tehát ez olyan, mint hogy adtam ajándékot. És így kitettem az utcára, és így olyan jó volt. Öcsém, tehát ezt én nem értem. Nem, ne. ezt, én egy, lehet, hogy meg tudom értetni. Uh -huh. Na, segíts! Szerintem elég egyszerű. Nekem is furcsa volt elsőre, de szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a, a, hála, a dolgok értékelése elismerni, vagy, vagy arra fókuszálni, hogy hogyan jók. Ezek között alig van különbség, árnyalatni, de van. A hálát tényleg úgy szoktuk mondani, hogy valakinek adok hát, valakinek megköszönöm. De hogyha egy picit görbitesz rajta, hogy hála érzetet érzek, magyarul értékelem a dolgokat, magyarul fókuszálok arra, hogy hogyan jó kezek, testi és mentális egészséget facilitáló mindsetet szül. Mint ahogy nem kell new age-nek lenni ahhoz, hogy, a, hogy tudjuk, hogy a negatív gondolatok depresszióhoz és azok aztán mindenféle testi bajokhoz vezetnek, pont ugyanígy a pozitív gondolatok, hogyha nem elfolytás útján kerülünk oda, akkor, uh -huh. akkor azok meg pozitív hatással bírnak. Szóval értem egyébként, hogy igen, kinek adjuk azt a hálát, de szerintem ez viszonylag könnyen átugorható. Igen. Na, a másik, a, ami szintén érdekes, a kérés. Ja, az igazság, hogy, hogy Isten bátorít arra, hogy osszuk meg a kéréseinket. Azt tudom, hogy statisztikailag lehet, hogy ezt nem lehet majd kimutatni. Talán volt, volt ilyen, hogy imádkoztak emberek gyógyulásáért, meg nem imádkoztak, és ilyen double bind, tehát ilyen dupla random véletlen kísérletet is végeztek már. Talán az lett az eredmény, hogy nem volt statisztikailag jelentős eltérés a két csoport között, mármint a gyógyulási ráták között. Szóval ezt szerintem nem tudom másra visszavezetni, mint a bizalomra. Ha abból indulsz ki, hogy van egy Isten, aki tényleg létezik, aki tényleg az egész világot teremtette, a te életedet is lényegében neki köszönheted, és ő azt mondja, hogy, hogy oszd meg a kéréseket, ahogy Egyrészt, ahogy azt mondtad, hogy ez neked is jó, téged is felszabadít, amikor ezt csinálod, és másrészt pedig az a bizalom motivál bennünket abba, hogy tényleg ezeket a kéréseket megosszuk, hogy Isten tényleg meg tudja tenni, meg tudja hallgatni az imádságokat. Sőt, minden imádságot meghallgat, és vannak olyanok, amiket meg is úgymond valósít, vagy amire igent válaszol ez ilyen. kisgyerekkoromban mondták ezt, hogy Istennek az imádságra adott válasz az olyan, mint egy ilyen jel jelzőlámpa. Vagy piros amikor azt mondja, hogy ezt nem, vagy azt mondja, hogy sárga, amikor azt mondja, hogy most nem, vagy pedig zöld, amikor azt mondja, hogy oké. Okay. Ez nem automata, tehát, hogy nem olyan, hogy beteszek egy pénzt, és akkor kijön a kóla. Bár olyan, olyan példát is hallottam, hogy van olyan, hogy sokszor Isten egy olyan automata, ami ott van a kóla, csak nem tudod, hogy mi, a, mi az ára. Tehát, hogy, hogy így dobálod be a pénzt, dobálod be a pénzt, és amikor úgymond eléri az árát, akkor úgymond kiadja azt a dolgot. Tehát az, aki ezt mondta, ezt a hasonlatot, arra akar bátorítani bennünket, hogy ne adjuk fel az imádságot. És ha, lehet hallani olyan történeteket, hogy például szülők éveken át, vagy évtizedeken át imádkoztak mondjuk a gyermekükért, hogy hogy megtérjen. És mit tudom én, lehet, hogy mit tudom én, meg se élték, és utána halál után tényleg a gyermekébe valami olyan változás történt, hogy elindította őt Isten útján. Számtalan ilyen történet van, de nyilván ebből mondjuk statisztikákat nehéz csinálni, viszont hogyha te magad átéltél egy ilyet, számodra meggyőző tud lenni ahhoz, hogy máskor is fog, e, tud csinálni. Ezzel egyetértek szomorúan. Kiváló példák ezek arra, amikor az emberek tévesen gondolkodnak, ez tipikusan az a terület, ahol Isten léte megkülönböztethetetlen a nem léttől. Már rég meghaltak a szülők, és aztán véletlenül egyébként a fiúk megtértésekkor ebből sztori lett. Annyira megengedőek vagyunk, hogy mi az, amit elkönyvelünk, hogy aha, itt az ima volt a, az ok, és a, ami történt, az pedig az okozat. Ez egy olyan szintű elfogultság van ide beleépítve, ami, ami szerintem teljesen nyilvánvaló, és szerintem aki őszinte az tudja, hogy ha valamire nem lehet megbízhatóan építeni, az az ima. Lásd, ez a klasszikus elmémesült grafikon a COVID statisztikákról. Megyegetett a COVID olyan középlángon, aztán a pápa imádkozott, hogy menjen el, és utána berobbant, mint az állat. De egyébként, hogy mondjak valami hasznosat, klasszikusan az ima technikái. Uh -huh. azok kifejezetten olyanok, amik Isten nélkül is működnek. Itt beszélek arról, amit már mondtam, hálaadás, a vágyaink tudatosítása, mantrázás, ami pedig ugye azt hiszem a buddhizmusban viszonylag elterjedt, uh -huh. amit például a rózsafüzér nem más, mint egy mantra, nagyon-nagyon meditatív tevékenység. És egyébként van egy David Destenó uh -huh. embernek a egy könyve, az a cím, hogy How God Works, vagyis Hogyan Működik Isten, a címe a tudomány a vallás előnyei mögött. Bizonyos jelenségek, amiket pszichológiailag nem triviális megfejteni, hát mi, mi triviális a pszichológiában, azok, azokat a vallás egyszerűen fogta és felbrandingelte, hogy az az ő istenük miatt működik, ez nem csak a kereszténység, más vallások is ezt megteszik, de az az érdekes, hogy amikor ezeket megcsinálod isten nélkül, pont ugyanúgy működik. A egyik rokonom, aki nagyon-nagyon-nagyon vallásos, elment egy ilyen lelki gyakorlatos táborba, és utána elmesélte nekem, hogy miket csináltak. És amiket elmondott azok, halál standard pszichológiai technikák voltak, és így mondom neki, hogy fú, most ne arra úgy, de szörnyűködve hallgattam ezt, mert persze, hogy működik, persze, hogy jó esett, persze, hogy előre visz, de mindez akkor is működik, hogyha nem lenne ellopva és rárajzolva egy kereszt. É, az, hogy kilopott itt, az nem, 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 tudom. Én tényleg azt gondolom, hogy. Hát szerintem, hogy, tudod mi? Szerintem Isten az a kőlevesben a kő. Ugye a kőleves mesét, aki nem ismeri, az nézze meg az ima pont annyira működik, mint ami egyébként is történne, plusz ha egy esetleg te belelkesülsz és többet csinálsz, vagy amúgy is sokat tennél érte, azzal javítod az esélyedet, tehát körülrakod azt a követ mindenfélével, majd megfő a leves, ami tényleg finom, és egyébként pont a kő volt benne halálfölösleges. Hogyha Isten nem létezik, akkor abszolút aláírom, hogy igazad van. Hát ezt, azért, ezt arra alapozom, hogy ez a tapasztalat, meg ezt mutatják a kutatások, meg például ez a könyv, amit leír, hogy a technika működik, a technika működik akkor is, ha Istent kicseréled valami másra, sőt, sok technika akkor is működik, ha Isten teljesen elhagyott belőle. Te azt mondtad, hogy Isten olyan, mint a kőlevesben a kő. Én meg egy korábbi hasonlatban azt mondtam, hogy olyan, mint a biciklekerékben a tengely. A tengely nélkül a küllők megpróbálhatod úgy szépen úgy összeállítani, de nagyon, nagyon nehéz lesz, és egy hiányérzetet ad az emberben. Ettől függetlenül persze lehet csinálni, tehát lehet azt csinálni, amit Isten mond, anélkül, hogy hinnél Istenben. Tehát lehet jó lenni, anélkül, hogy hinnél Istenben, stb csak attól még az, azt a belső helyet, ami, az imádatnál, amiről beszéltünk, nem Isten tölti be. Tehát lényegében az továbbra is elfele visz téged a, a, jó iránytól. Képzelj el egy embert, aki megpróbálja ezeket a technikákat csinálni Isten nélkül, csak a tudományra alapozva, és jól érzi magát, és használja a hálát, a hála célszemélye nélkül, meg stb. 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 És utána meghal, és odáll Isten elé, akkor ő mit fog mondani? Tehát az egész életét leélte Isten tagadásában jól, de utána lényegében ezzel Istentől elszakított állapotban fogja leélni az egész életét? Hát a, ne, a kérdés nem az, hogy ő mit fog mondani, hanem, hogy Isten mit fog mondani. És hogyha Isten erre azt mondja, hogy figyelj, leélted az életedet jól, boldogságban a te jó mentális egészséged másokra is kiárat, a másokkal általában jót tettél, Őszintén követted a tudomány megfigyeléseit, úgyhogy takarodj előlem? Lehet, hogy, akkor lehet, hogy nem az alanyban van a gond. Vagy lehet azt mondani, hogy figyelj, te zacskós levest tettél egész életedben, és nagyon finom volt, úgyhogy bocs, akkor nem jössz be az ötsillagos étterembe, mert nincsen belépőd. És nem kóstolhatod meg, hogy milyen a, a, az igazi, de most már tudod, hogy az, amit ettél, az agykós leves. Azt tudod, hogy az, amit ittál, ahhoz képest, amit Isten ad, az víz. Azzal is csillapítani lehet a szomjat, csak mégsem ugyanaz. De hogyha egész életedben csak pocsolyavizet ittál, és nem tudod, milyen a tiszta forrásvíz, akkor azt érezheted, hogy ez neked milyen jó. De utána, amikor leesik a függöny, és minden kiderül, kiderül, hogy tényleg létezik-e Isten, vagy nem, ami szerintem létezik kiderül, hogy az ember tényleg meghal-e vagy nem. A lelke, úgymond. Amit azt gondolom, hogy nem. Nem ér véget a dolog, hanem örökkévaló következménye lesz annak, ahogy itt élünk a, a, az életben. Amikor ezek tudatosulnak benned, akkor azok a döntések teljesen más értelmezést tudnak nyerni. Amivel Isten a halál után megajándékoz téged ezzel a új információval, majd azt mondja, hogy de viszont ezt már nem számíthatjuk be, sajnálom meghúztuk a vonalat. <laughs> Isten igazságos lesz, például a Bibliában ezt világosan kijelenti. Már most nem az lesz, hogy majd ott fog kiderülni, hogy mi fog történni. Isten már, már most megmondta, hogy hogyan lehet vele kapcsolatba kerülni, hogyan lehet örök életet kapni. Ennek mi a feltétele és mi nem a feltétele, mi az, ami nem elég. Ha ezek után valaki ennek tudatosan hátat fordít, és valami más alternatív módon próbál meg úgymond bejutni, akkor, most erre mit tudok mondani? Isten kommunikációja nem volt elég meggyőző. Ez történt. Mi az elég meggyőző? Kinek mi az elég meggyőző? Mit kellett volna még más Istennek tenni? Írja oda minden molekulára, hogy még by God, érted? Például ne egy, tehát szerintem amikor mondtad, hogy világosan le van írva a Bibliában, a Biblia a világ egyik legnemvilágosabb szövege. Nem véletlenül létezik a teológia, nem véletlenül kell kontextusba értelmezni, meg, meg magyarázni, mert nem egy világos szöveg. Ráadásul Isten kiválaszthatta a kommunikációs módszereit, és ezt választotta, és egy csomó ember, az emberek többsége, akit ez nem győzött meg, nem úgy volt, hogy hm, ez nagyon meggyőző, de én utálom Istent, és inkább másképp csinálom csak azért is, hanem egyszerűen nem győzte meg. Istennek vannak uh, lényei a világban, akikhez el akar juttatni egy üzenetet, ehhez eszközöket választ, és ül fönt az angyalok stábja a monitorok előtt, elemzi a média sikert, és azt úr, a kampány úgy tűnik, hogy ezzel a kommunikációs eszközzel, hát rengetegen mert nem győzött meg, nem lehetne jobban csinálni. Uh -huh. Ő a kampányfelelős, ő akar meggyőzni, ki, ki hívája lenne? De egyébként egy picit ismételjük a 9. Igen. és 10. részeket. Igen, elkanyarodtunk elnézést, szerintem én is tudás vagyok ebben. Lenne még bennem gondolatom, tovább ezt a beszélgetést, de ha gondolod, vissza is térhetünk a következő szóra. Következő szó kicsit rokon az imádkozással mert sokan kérnek olyat, hogy áldás. Uh -huh. Most megnyitottam több uh, ilyen definíció teológiai oldalt, az egyik azt írja a köznyelvben, az áldás egyfajta isteni segítséget, gondviselést jelent, aki áldott azt segíti, annak gondját viseli az Isten, uh -huh. vagy van egy másik, ami azt írja, az áldás Istentől származó természet fölötti támogatás, amely az ember földi sorsának alakulását pozitív irányban befolyásolja. Uh -huh. Ez talán uh -huh. tényleg a leghétköznapibb. Ennél több mindent is jelent. Szerintem bizonyos kontextusokban mondjuk, hogy bizonyos szentségeknél egyfajta ilyen hitelesítő, pecsét, vagy egy ilyen beteljesítés, gesztusát jelenti. De engem leginkább ez a hétköznapi értelem az, ami ugyanazon a módon tartom értelmetlennek, mint az imádkozást, illetve az imádkozás, amikor kérek valamit Istentől, hogy ha Isten megáld engem, akkor megnöveli a támogatását, de hogyha ő végtelen szerető Isten, akkor már eleve a lehetséges maximum szinten kell, hogy támogasson. Innen Innentől teljesen értelmetlen ez a fogalom, vagy hogyha áldás, tehát egy ilyen kis kivételezés, egy egy ilyen kis hátszél, valamekkora jó indulat így kérhető külön, akkor tényleg ez azt jelenti, hogy nincs mindenkinek a maximum szeretet és támogatás megadva, hanem egy picit vissza van fogva, és akkor van egy ilyen játéktér, akkor hoppott jött egy áldáskérés, akkor őt egy kicsit megtolom. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk viszont mindenki a földön egyszerre kérne áldást, akkor hát ez olyan, mint amikor, ha mindenki feláll a stadionban, akkor pont ugyanúgy senki se lát, mint amikor mindenki ült, tehát akkor mindenki pont ugyanott maradna. Ez az az oldala, ami szerintem teljesen ellentmondásos. Ami azért fontos, mert hasonlóan, mint a kérőimát, ez, a, ez az áldást kérés a szertartásoktól kezdve a magánimákig az egyik leggyakoribb formula. Jó, ez, ez hallod, ezek a gond szavak engem is úgymond néha megfogtak. Például ez is, hogy tényleg mit jelent. És gondolkodtam ugye bibliai történetekben, meg stb. Alapvetően nekem az rémlik, az a megfogalmazás, hogy az áldani azt jelenti, hogy jót mondani úgy lehet elképzelni, hogy az ellentéte felül közelítjük meg, hogy mi az az átok. Tehát az áldás az az átok ellentéte, mi az átok, amikor valakinek valami rosszat kívánsz. Hogy mit tudom én, a rákegyek ki a beledet, vagy, vagy rajzoljon körbe a rendőr, vagy a tűzégesen meg. Amúgy... Érje hozzád a hideg zuhanyfüggöny. <síns> Igen, tehát, hogy most is az emberek, ha csak viccesen is, de mondanak egymásnak rossz dolgokat, kívánnak egymásnak halálát, akár poénosan is, de, de ezek technikai értelemben véve átkok. És ennek az ellentéte az, amikor az ember jót kíván. Picit arra reagálnék, amit itt mondtál, hogy, hogy ha jól értem, az a kritikának a lényege, hogy az embert, hogyha Isten tényleg olyan szerető, amilyennek mondja magát, már alapból megilletni a, a maximális áldás, és akkor hogyha... Nem, nem az, hogy megilleti, de ez, tehát, hogy Isten a maximális mértékben szeret, szerintem amennyire csak szeretni lehet egy adott pillanatban, egy szituációban, ezt fokozni nem lehet, vagy akkor az nem volt maximum, és miért nem? igen. Most lehet, hogy ez a példa bizonyos értelemben zavaróbb lesz, mint amennyi kérdés megválaszol, de hallottam például ilyen analógiát, hogy tegyük fel, hogy kapsz egy millió dollárt, valaki átutal a számládra, és te ugyanúgy folytatod az életedet, mert még nem fértél hozzá ehhez a pénzhez. Nem akarom nagyon a materiális irányba elvinni, mert az szerintem beszélyes, mert egyáltalán nem gondolom, hogy Isten áldása mindig feltétlenül pénzben nyilvánul meg, de szerintem hasonlatnak jó, uh -huh. hogy ott van a tied, de hogyha nem férsz hozzá, akkor lényegében mégsem a tied. Tehát a tied, de mégsem része az életednek. Vagy például a gyógyszer, amit felír neked az orvos, de nem váltott ki. Akkor attól még ugyanúgy beteg vagy ugyanúgy fáj, de már ott van az orvosi recept, csak még nem váltottad ki. Pedig már úgymond lényegében a tied a megoldás. Csak nem használtad fel ezt a lehetőséget, nem váltottad be. El tudom képzelni, hogy valami ilyesmi van, hogy ö, Isten nem ad meg mindent egyből, csak úgy, így le, nem nyom le mindent a torkodon. Mint ahogy például szülőként is, hogyha mondjuk vannak gyermekeim, akkor ott is van, van egyfajta ilyen, ilyen mozgást ér a gyermekeknek, érted? Hogy ő például szeretne két párizsit a szendvicsébe, akkor neki kettőt teszek, de nem teszek mindenkinek kettőt alapból, de hogyha kér, akkor beleteszem neki a kettőt, vagy ő, ő például nem kér sajtot a, mit tudom én, a spagettiára, vagy akármi. Isten nem mindenkinek adja a maximálisat, mert szerintem nem is a reális elvárás, hogy most is mindenkinek a maximumot ö, megadja mindenből, mert az, hogy Isten szeret, az nem azt jelenti. Tehát az, hogy én szeretem a gyermekemet, az nem azt jelenti, hogy én mindenből dupla annyit teszek a szendvicsére. Egyrészt szerintem senki sem áll, én kifejezetten azért mondtam, hogy a, a szeretet maximumát nyújtja az adott pillanatban, az adott szituációban, hogy ez nem ezt jelenti, hogy az lenne az alap, hogy mindenki a világon megnyeri a lottóötöst. Bár egyébként hozzáteszem, itt el lehetne kanyarodni a, a szenvedés és a gonosz problematikájára, hogy az hogy létezhet. Tehát ebben is van igazság, de ez teljesen másik téma. De ami még fontosabb, hogy olyan szempontból nem áll meg a gyerekemnek szendvicset készítek analógia, hogy ha gondolatolvasó lennél, és tudnád, hogy a gyereked két párizsire vágyik, akkor alapból beleraknád a két párizsit. Tehát nem, nem tennéd egy mesterséges fal mögé a szeretetednek bizonyos részét. Ez olyan, elviszem a gyerekemet az iskolába, kocsival, nem rakom ki három sarokra onnan, hanem elviszem addig egyszerűen, mert szerintem sántít, sántít a hasonlat. Ez nem, nem értek egyet ezzel veled, mert oké, okay, nem, nem, teszem le három sarokkal arrébb, de lehet, hogy elviszem a bejáratig, és ott akkor kiteszem. De hogyha tudom, hogy ő szeretné, hogy bemenjek vele, akkor én nem, nem megvárom, hogy ő mondja. Mert de miért? Hát figyelj, egyrészt... Lehet olyan, hogy szeretnéd nevelni valamire. Neve, például klasszikusan nevelni akarod arra, hogy kérjen dolgokat, fejezze ki a vágyait, azt megfelelő formában tegye, ezért nem rakod bele a második párzsit, és nem mész be vele, pedig valójában már tudod korábbról, hogy arra vágyik, csak ez megint, ez jó analógia erre az áldás kérő szitura? Ezek szerint Isten csak azoknak nem adja meg a maximum támogatást, akiket szeretne arra tanítani, hogy kérjenek áldást? Ö, nem vinném ilyen messzire az analógiát, de én csak arra akarok rámutatni, hogy csak azért, mert tudom, hogy a gyerekem mondjuk egy adott szituációban mit szeretne, nem feltétlenül csinálom meg neki. De, de arról beszélünk, amikor csak az választ el a megcsinálástól, hogy kérje. Tehát ha kéri, megcsinálod, ha nem, nem. Úgyhogy tudod, hogy akarja, de valamiért azt akarod, hogy kérje előbb. Ennek én nem látom az értelmességét. Nem tudom, hogy Isten fejében mi van ilyenkor, hogy tegyük fel, hogy mondjuk Isten tényleg látja a gondolatait, és tudja, hogy ő éppen most két pár is szeretne el tudom képzelni, hogy például az egy motiváció, hogy szeretnek kapcsolatba kerülni, szeretne kommunikálni a gyermekkel, mert Isten egy személy. Vele lehet kommunikálni, az imádság is ez. Az imádságnak nem feltétlenül az a cél, hogy dolgok az én életemben történjenek, változzanak, jobb legyen, meggyógyuljanak, sikerüljen a vizsga, stb. Ezek úgymond ilyen másodlagos célok, de az elsődleges cél az az, hogy kapcsolatba vagy Istennel, a Teremtőddel. Ez olyan, mint amikor mit tudom én... Tehát figyelemre vágyik? Ez most azzal analog, hogy van egy szülő, aki figyelemre vágyik, és ezért inkább nem adja meg a gyerekének, amit pontosan tudja, hogy két párizsit szeretne, de inkább belerak csak egyet, csak hogy a gyereke hozzászóljon. Ez nagyon pitiáner. Nem, figyelemre vágyik, hanem szereti a gyereket, és szeretne vele kommunikálni. Vágyik arra, hogy kommunikáljon. De lényegében használja azért, és manipulálja. Hát visszatart, is. visszatart de. valamit, pontosan tudja, hogy mire vágyik, visszatartja azt a saját önös céljára, mert ő épp interakcióra vágyik. Ez nem, nem gondolom azt, hogy ez azért, mert csak egy párizsit kap a gyerek, ez azért, mert az anya. Tehát ez, ne, ez nem önzés. Hát de most ezt mondtad analógiásan. Isten egy lény, aki interakciót szeret. Isten, Isten egy lény, aki szereti az ő gyermekeit, és szeretne velük kapcsolatba kerülni, például az imádság által. Nem tudom, hogy mindig ezért-e, de el tudom képzelni, hogy van, amikor ezért bizonyos dolgokat nem ad meg, amit egyébként simán meg tudna adni imádság nélkül is, de ő, ő szeretné, hogy mi időt töltsünk vele, és figyeljünk rá, ő ettől nem lesz érted, tehát ő nem, nem maga miatt, tehát nem egy narcisztikus. Én ebből én ugyanazt hallom ki újra. Mert emberekből indulsz ki, tehát a Szent Háromság azért egy zseniális dolog, mert hogy Isten már önmagában is tud szeretetet gyakorolni. A Szent Háromságban már alapvetően van egy közösség a Szent Háromság személyei között, amelyben már tudják gyakorolni a szeretetet, a tiszteletet, az alárendelést, stb. stb. De ahhoz, hogy mi bekapcsolódjunk ebbe a hálózatba, úgymond, ahhoz viszont nekünk is kell lépni, és van, hogy az imádság ehhez közelebb visz minket. Tehát, és hogy Isten bele manipulál minket a kapcsolatfelvételbe azáltal, hogy valamit, amit pontosan tud, hogy kellene egy adott mennyiségű támogatás, annak valahány százalékát visszatartja. Ez nem manipuláció, szerintem, ez... Istent mi kötelezni arra, hogy ami vágy bennem megfogalmazódik, azt egyből teljesítse. De, de ez egy kicsit ferdítés, sőt nagyon. Nem ezt mondom, hogy minden, ami bennem megfogalmazódik, az azonnal teljesítse. Most arról volt szó, hogy mondjuk tíz egységnyi támogatás van, ami Isten nyújtani tudna, az a max. És most ez teljesen mindegy, hogy ez mit jelent. Adott esetben a támogatás lehet jelentheti azt is, hogy eltöröm a lábam mert mondjuk azt tanít meg valamire. Tehát ez teljesen mindegy, hogy milyen formát ölt lehet, jó formát is, hogy megnyerem a lottót. Van egy adott szeretett mennyiség, és ez az illető természetéből fakadóan maximálisan szerető, de mégsem adja ezt a tízegységet, hanem csak kilencet ad, mert... Miért kéne neki a tízegységet megadni? Tehát, hogy... Természetéből fakad. Ha van a szeretetnek maximuma, ő azt adja. Tehát nem lehet benne, az áldással az a baj, hogy az áldás az egy ilyen mennyiségi különbség, a támogatásban vagy a szeretetben, ezek most így nagyon közel állnak egymáshoz. Na most vannak dolgok, amiket az ember azt gondolja, hogy nagyon vágyik rá, azt gondolja, hogy nagyon szüksége lenne rá, és mégsem kap meg, mert valójában Isten tudja, hogy az lehet, hogy neki már nem jó. De bocsánat, most arról beszéltünk, hogy áldás kérhető és kapható. Tehát ha egy olyan szituban vagyunk, ahol a bárminek a megtörténte, kizárólag egy oka volt, hogy az még nem történt meg, hogy Isten valamiért egy áldáshoz kötötte. Ez így nagyon öncélú egy végtelenül szerető karaktertől. Azt kezdted el mondani, hogy lehet jó oka, és ezzel egyetértek, hogy lehet jó oka a kellemes, értelembe vett jónak a visszatartásának. Ez a teljesen egyetérte. Igen, igen, igen. Csak nem ez a lényeg. Tehát, hogyha az a jó, hogy valaki törje el a lábát, akkor én azt várom, hogy Isten törje el a lábát, intézze úgy, hogy az, uh -huh. illetve eltörje a lábát. Hogyha ez a nagy tervének a része, és a végén ettől XY dolog történik, megtér, üdvösségre jut, enélkül nem jutna, Törjel a lábát azonnal, de azonnal törjel, és ne két hét múlva, amikor az illető már megkérte az áldást, és Isten csak erre vágyott. Az ő terve nem függhet azon, hogy emberek kértek-e áldást vagy nem. Miért te ne tudná Isten beleépíteni az emberek kérését az ő tervébe? Tehát, hogy, hogy, Isten nem, nem elintesz egy kész kidolgozott élet útvonalat, hogy te most barnazok kell, hogy fölvegyél reggel, meg mit tudom én, hanem, hanem ez egy ilyen koprodukció is lehet, nem? Isten figyelembe veszi azt, hogy nekünk mi, mik a vágyaink, ebből miket verbalizálunk felé, és ahhoz optimalizálja, mint egy ilyen algoritmus, érted? Ami, tehát a mi Perem feltételünk felhasználásával a legoptimálisabb stratégiát dobja ki részéről. És hogyha ez a stratégia azt mondja, hogy most akkor a tízegységből kilencet adjon, akkor a tízegységből kilencet ad. De hogy a motiváció az nem az, egyszer sem, hogy minket valamitől meg, megfosszon, hanem Istennek mindig jó oka van attól, hogyha valamit nem ad meg, meg annak is, hogyha valamit megad. Tehát, hogy nem a szeretetét akarja megvonni ilyenkor. Te sokszor hoztad fel azt, hogy például, hogy Isten mit nem tud megcsinálni, például nem tud hazudni, Aha. nem tud nem szeretetteljes lenni, és én akkor azt mondom, akkor nem tud nem maximálisan szeretetteljes lenni. Tehát minden időpillanatban az a szeretet és áldás mennyiség, amit ő nyújt mindenkinek, az minden pillanatban a lehetséges maximum. Ez Istenből következik. Nekem úgy érzem, hogy egy ilyen nagyon ilyen kasztrált, pozitivista Isten képet van, ami tehát Isten szerető, de nem csak szerető. Tehát ő igazságos, ő haragudni is tud. Szóval, hogy Isten szeretet, de a szeretetnek különböző a arca is vannak, és például a harag is egy ilyen arc. És annak van köze az áldáshoz? Csak azt akartam mondani, hogy az, ahogy mondtad, hogy Isten maximálisan szerető, ezt szerettem volna árnyalni, hogy az, hogy ő maximálisan szerető, az nem ilyen elkényeztető szülő, tudod? Az nem jó szülő. Én ez, ezt értem, és egyet is értek vele, mármint, hogy nem hiszek benne, de nem oldja fel itt az áldás körüli ellentmondást. Hát, hát akkor ez ilyen agree to disagree, úgy érzem. Na jó, srácok, csajok, írjátok meg ti is a véleményeteket, akár az imádkozásról, az imádásról és az áldásról. Legközelebb további szavakkal jövünk, amiket ugyanígy szétszincálunk hogyha van olyan szó, amit szeretnék, hogy így definiáljunk, akkor azt szerintem bevehetjük a listába. Nagyon jó, abszolút, küldjétek. Hogy mi lesz legközelebb? azt még nem áruljuk el, de gyertek el, hallgassátok meg, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, csillagozzatok a podcast oldalakon, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Podpad, Deezer és podcast.hu. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok! Sziasztok!